Tele van használt autóval ez a kereskedés. Mindenki igényeinek és pénztárcájának megfelelően válogathat az egyre bővülő kínálatból. Szakértők szerint tavaly óta 10-15%-os emelkedés tapasztalható a használt autók árában. Azt tapasztaljuk, hogy a használt autópiac az talán válságállóbb, mint az új autópiac. Egy jelentős keresletbővülés volt a tavaly a lezárások utáni időszakban, és ez a kereslet ez úgy tűnik, hogy meg is maradt. Tehát folyamatosan keresik a használt autókat, főleg a kisebb, 1,5 millió körüli értékű autókat keresik. Ez talán azért is van, hogy sokan a tömegközlekedésről a pandémiás helyzet miatt átértek az egyéni közlekedésre. A helyszíni szemle az autóvásárlás legsarkalatosabb pontja. Érdemes a kiválasztott autó felmérésénél szakember segítségét kérni. Az internetes keresések alapján tavaly a Skoda és a Suzuki márkájú autókat nézték leginkább az emberek, és nem csak nézték, de ezeket a típusúakat vásárolták a leginkább. Hagyományosan Magyarországon a német és a japán automárkák a legnépszerűbbek, ezeket keresik a legjobban, ezeknek az ára is gyakorlatilag az átlag fölött emelkedett. Az átlagos autóvásárló az itt Nyíregyházán és környékén a 1,5 és 2 millió körüli kocsikat keresi. Tehát ez azt jelenti, hogy egy 150 és 200 közötti áremelkedést tapasztalhatunk az átlagos vásárlás esetén. Használt autóvásárlás esetén vannak kifejezetten az autó állapot felmérésére specializálódott szakemberek, akik segítséget nyújtanak a kiválasztáskor. Lekérdezik a valós kilométerállást, utána járnak, hogy volt-e törve korábban a gépjármű, esetleg körözik-e, forgalomban van-e, illetve a helyszíni szemle során szakmai segítséget is nyújtanak. Érdemes megfontoltan választani, hogy a vásárlás hosszú időre elégedettséggel töltse el a tulajdonost.